Hát itt vagyunk a Csákvári Haraszt egy utolsó szakaszánál. Na, pont az utolsó szakaszon, ahogy megérkeztünk, egy követ felfordítottam, és ezt találtam benne. Ő az öves szkolopendra, nagyjából 10 cm hosszúra is megnövő állatfaj, és nem érdemes megfogni, mert egy nagyon erős méreggel rendelkező állattól van szó. Helyi érzékenységet okozhat a harapása mely azonban csak gyerekekre veszélyes. Nagyrészt a mediterrán vidékeken fordul elő, Magyarországon egyetlen helyen a Haraszthegyen csákvár környékén található meg, illetve a vértesre is jellemző állat. Általában éjszaka mozog, és ilyenkor napközben kövek alatt lehet megtalálni. ragadozó különféle rovarokkal táplálkozik, de nagy ritkán kisegereket is elejt. Földi üregekben van a búvóhelye, és nagyjából ez az, amit érdemes tudni róla. Ja, és itt a hátsó felén láthatók ezek az úgynevezett uszájlábak, ezek segítségével is képes csípni. Kicsit mozgásra ingerlem, hogy lássátok mozgás közben is. Látszanak most a csápjai is, ezekkel érzékeli zsákmányát. Igen, így néz ki maga a szkolopendra mozgás közben. Most éppen próbál kijutni, de igyekszem meggátolni ott vannak az állkapcsilábai is, amikre jellemző, hogy azokkal kapja el áldozatát. Igen, itt látható, ahogy a természetes élőhelyén mozog.